van a magyar államalapítás ünnepe. Topolyáról érkezett a vendégkovász a Magyarok Kenyere programhoz, a Kelda zenekar és a Színes Vajdaság rendezvénysorozat a Tájházban. Várják a jelentkezőket a babakocsis felvonulásra. Köszöntöm kedves nézőinket, augusztus 20-ai híradónkat látják. Augusztus 20-a van az egyik legrégibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Vajdaság szerte megemlékeztek erről az eseményről, és a mai nap folyamán is több ünnepséget tartanak. Tomik Nimrod történészt arra kértük, foglalja össze az ünnep lényegét. Szent István király felismerte azt, hogy az addig nomád életmódot fel kell, hogy számolja. Államot kell, hogy alapítson, még az egy olyat, amit a nyugati államok, a német császár és a pápa is elismer. Szükség volt erre, hiszen azok a népek, akik nem tettek így és folytatták a nomád életmódot, és nem letelepedett életmódot folytattak, azok szinte mindannyian eltűntek, és most már csak a történelem órákon hallhatunk róluk. István királynak a nagysága, és hát édesapjának, már Gézának is a legnagyobb feladat, a legnagyobb munkája ez volt, hiszen ha most ő akkor, ebben a korban, tehát az 1000-es évek, a 10. század végén ezt nem ismeri fel, és nem hoz lépéseket ennek érdekében, akkor valószínűleg, hogy mi most nem magyarul beszélnénk. Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódik a Magyarok Kenyere program, melyet idén immáron 5. alkalommal szerveztek meg. Magyarország összes megyéjéből, valamint a Kárpát-medence magyar lakta településeiről felajánlott búzát összegyűjtötték, melyből létrejött az összmagyar lisztből készülő Magyarok Kenyere, vagyis az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepség nagy kenyerei. Topolyáról is érkezett búza az összeöntés ünnepére, melyre augusztus 16-án Mohácson került sor. Topolyán a Gazdakör szervezte a búzagyűjtést, Tomik Nimrod, az egyesület alelnöke számolt be a részletekről. Topolyai Gazdakör újra alakulása óta, tehát most már a 4. évben vagyunk, minden évben részt vesz a Magyarok Kenyere ünnepén, minden évben gyűjtött a tagokat, felhívást idézett a tagokhoz, hogy mindenki 25 kg búzával járuljon hozzá a Magyarok Kenyeréhez. A tagság is megértette ennek az akciónak a lényegét, és hát a tavalyiban elmondhatjuk, hogy a Topolyai Gazdakörnek a tagjai gyűjtötték össze Vajdaságban a gazdakörök közül a legtöbb búzát, több mint 500 kilót vittünk át Zentára, hát a Zentán volt a búzának a begyűjtési helye, ahol, amit később ugye Pécsre vittek, és ott összeöntötték az összes búzát, megőrölték, és a lisztből sült kenyereket pedig jótékony célra fordították. Ebben az évben is így történt, annyi változással, hogy idén egy helyi malomban őrölték meg a búzát, és csak egy szimbolikus 25 kg lisztet vittek ki Pécsre, és az itt megmaradt lisztet az itteni vajdasági árva gyermekeknek és rászorulók között osztották ki. Az idén az összeöntés ünnepére Topolyáról Kiskároly Robert pékségéből, a Topekből érkezett a vendégkovász. Ebben a pékségben az adalékmentes kenyerek kelesztéséhez hagyományos módon csupán kovászt használnak. A kovászon kívül a Topolyán sült kenyereket is bemutatták a mohácsi ünnepségen. A tartományi nagyberuházási igazgatóság 130 millió dinárt biztosított a közlekedési infrastruktúra terén megvalósuló projektumok végrehajtására. A pályázat a közutak és a közúti objektumok kiépítésének, rekonstrukciójának és szanálásának finanszírozását és társfinanszírozását szolgálja. Támogatni kívánja azokat a projektumokat, amelyek a közlekedés biztonság fokának és a közlekedés minőségének növelését célozzák meg. A vajdasági helyi önkormányzatok pedig augusztus 24-ig pályázhatnak az eszközökre. A Topolyai Községi Önkormányzat pályázatot írt ki a köztájékoztatásról szóló médiatartalmak gyártását célzó projektumok idejévi támogatására 2 millió dinár értékben. A pályázat rendeltetése Topolya község polgárai közérdekének megvalósítása a köztájékoztatás területén, a médiumok pluralizmusának fejlesztése, a műsortervek bevezetése, feljavítása vagy kiszélesítése, a lapkiadást vagy elektronikus médiumokat illetően, ideértvén a világhálós oldalakat is, mégpedig a Topolya község területén hivatalos használatban levő kisebbségi nyelveken is.
A pályázaton való részvételjoga nem illeti meg a közbevételekből támogatott kiadókat és médiaházakat. Amennyiben a kiadóház több médiumot üzemeltet, a pályázaton minden médiumra egy projektummal vehet részt. A jelentkezések az előírt űrlapon nyújthatók be, mely a pályázat szövegével együtt elérhető a község honlapján. A pályázat augusztus 28-áig van nyitva, az eredményeket pedig a község honlapján teszik közzé. Folyamatban van a Topolyai Községi Önkormányzat által kiírt pályázat a középiskolás rendes tanulók úti költségének megtérítésére. Erre minden olyan középiskolás tanuló jogosult, aki valamelyik középiskola rendes tanulója, állandó lakhelye Topolya község területén van, minden nap autóbusz, vonat vagy más szállítóeszköz igénybevételére kényszerül az oktatás látogatása véget, és semmilyen egyéb szervezetek, közösségek és alapítványok által segélyezésben nem részesül. Az úti költség térítésének folyósítása a 2015-ös 2016-os tanévre 2015. szeptember 1-től kezdődik. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a beiratkozásról szóló bizonylat, a szakirány megjelölésével a középiskola első osztályába iratkozó diákok esetében, a bizonyítvány fénymásolatát a második, harmadik vagy a negyedik osztályba iratkozók esetében. A pályázó vagy a szülő személyazonossági igazolványának fénymásolatát, a szülő munkáltatójának igazolását arról, hogy nem kap támogatást a tanuló iskoláztatására, a munkanélküli szülő igazolását arról, hogy be van jegyezve az országos foglalkoztatásügyi szolgálat nyilvántartásába, földműves szülő esetében a betegkönyv fénymásolatát, családi anyagi támogatásra jogosult szülők esetében pedig a Szociális Védelmi Központ bizonylatát, valamint a belgrádi Postabank Kerti Topolyai Fiúk Intézeténél nyitott folyószámla fénymásolatát. A pályázati igényléseket a szükséges okmányokkal együtt 2015. szeptember 5-ig lehet benyújtani Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában, az Ügyfélszolgálati Központ 2-es ablakánál, illetve a helyi irodákban. A hiányos vagy késve érkezett kérvényeket nem veszik figyelembe. Augusztus 21-én 18 órakor a Topolyai Tájházban vendégszerepel a Kelda zenekar. A zenekar tagjai a Szegedi Konzervatórium és Zeneművészeti Főiskola volt és jelenlegi diákjai. A zenekar Keltz Dávid verseit és dalszövegeit dolgozza fel és adja elő. A koncertre a belépő ingyenes. Augusztusban is folytatódik a nagy sikerű Színes Vajdaság című rendezvénysorozat a Topolyai Tájházban. A negyedik évad mottója a népzene, ami összeköt. Célja, hogy a tartományunkban élő nemzetek minél jobban megismerjék egymás népzenéjét és hangszereit. A rendezvényt augusztus 27-én 18 óraig kezdettel tartják meg a Topolyai Tájházban. Közreműködik a Doroszlói Fúvós Zenekar és a Toráki Béga Tárnoki Vikentije Petrovics Bokulac Román Művészeti és Művelődési Társaság népi zenekara. A rendezvény sorozatot a Tartományi Művelődés és Tájékoztatási Titkárság támogatja. Szeptember 19-én már a 10. Topolyai Mészkarnevált szervezi a Művelődési Ház, amely ezúttal is a gyermekekre fókuszál. Felhívják minden büszke szülő, nagyszülő figyelmét, hogy idén is lesz babakocsis felvonulás a Mészkarneválon. A babákat és kísérőiket szeptember 19-én 16 óra 25 percre várják a Csáky Lajos általános iskola elé, innen indul majd a karneváli felvonulás, melynek jeligéje ez a mi napunk. Kérik a szülőket, nagyszülőket, hogy a részvételi szándékukat szeptember 10-éig jelentsék személyesen a Topolyai Művelődési Ház irodájában, vagy a 024 713 515-ös telefonszámon, illetve a kultúra@stcable.net e-mail címen. A Petőfi Sándor cserkész csapat ezen a nyáron is megrendezte szokásos nyári nagy táborát. Ezúttal 39 cserkész töltötte a nyár egy részét a közép-szerbiai Grüza-pataknál és környékén július 18-ától 26-áig. Az idei nagy tábort július 18-ától 26-áig szerveztük meg. Grüzai patak mentén voltunk egy kemping területen. 39 fő vett részt ezen a táboron, és azért Grüzára, illetve a Grüzai folyóra esett ez a választás, mert egy gyönyörű hely. Az egész tábort egy patak veszi körül, mint ahogy mondtam, a Grüzai patak. Három hegy veszi körül, ahol túlélő túrát is szerveztünk. És nem messze a táborhelytől pedig a forrás volt, azt is megtekintettük, és onnan hoztuk az ivóvizet, a gyerekek is mentek érte, illetve a honismerők is, ez egy nagy élmény volt a gyerekek számára. Melyik korosztály volt főleg jelen? A 12 éves kortól főleg, szóval az idősebb gyerekek voltak jelen. És mit fedett ez a túlélő túra?
Hegyet másztunk, jobban mondva nem, hogy másztunk, hanem sétáltunk. Körülbelül egy nap 30 kilométert tettünk meg, majd megpihentünk, letáboroztunk, vacsoráztunk, és utána 500 méterre volt onnan tőlünk a táborhely, és másnap reggel indultunk vissza. Akkor megpihentünk, kis program, és utána ennyi. És hogy éreztétek magatokat? Nagyon, nagyon jó volt, nagyon nagy hőség volt, de szerencsére, hogy ott volt a patak, és abban megbírtunk mártózni, hürdöttünk, lehűtöttük benne a szörpöket, ez meg pataktúrát is szerveztünk, ahol patakba mentünk a táborhelytől fel a forrásig, majd vissza. Egy tavat kikerülve, mivel ugye abban nem szabad fürdeni. Augusztus 22-én szombaton tartja hagyományos Garden Partyját a Topolyai Petőfi Sándor cserkész csapata szervezett iskola utcai otthonában. Mindazokat várják, akik érdeklődnek munkájuk iránt. Alkalom ez arra, hogy az idősebb cserkészek is találkozzanak, tapasztalatot cseréljenek a fiatalokkal, szórakozzanak. A belépődői 300 dinár, ami magába foglalja a vacsora árát is. Az érdeklődők a csapat otthonában jelentkezhetnek Cellik Lajosnál vagy a csapat Facebook oldalán. Az áramelosztótól kapott értesülés szerint augusztus 24-én szünetel az áramszolgáltatás Topolyán a Líkai és a Vajdasági utcában, a Bánáti utca egy részén, az Iván Mazsuránics, a Bolmán utcában, a Moravicai úton, a Száva Kovácsevics és a Petőfi Sándor, valamint a Munkás Brigád utca egy részén, a Koszovói, az Ivo Cánkár, a Presern, a Vladimir Názor, a Crvena Zvezda, a Táncsics Mihály a Széles utcákban, a Kossuth Lajos utca egy részén, az Ivo Lolari bár a március 8-a a Balzak utcában, a Bajsai úton, a Boszniai, a Milán Stantic, a Bihácsi, a Zágreb, a Marc, a Lázó Lazarevics, a Drina, a Kárpát, a Branko Radicevics utcában, a Kulai úton, a Madács Imre, a Dimitrie Tucovics, a Szindjelics Vajda, a Csépe Imre, a Tóth Ferenc, az Iván Gorán Kovácsevics, a Kodály Zoltán, a Josip Merkovics és az Iván Mesterovics utcákban. Az áramszünetre 8 és 13 óra között szükség szerint kerül sor. Holnap is gyakran lesz erősen felhős az ég, elszórtan még mindig több helyen alakulhat ki zápor. Élénk marad az északkeleti szél, reggel hűvös lesz, hiszen 10 és 17 fok közé süllyed a hőmérő higany szála. 23-24 fok köré melegszik délutánra a levegő. Műsorainkat megtekinthetik a www.express.co.rs címen, a Régiórádiót hallgathatják és további híreinket olvashatják a www.regioradio.co.rs honlapon, valamint követhetik híreinket a Facebook oldalunkon is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó televíziózást kívánunk, viszontlátásra!